Továbbra is ápolják dr. Frank Mária emlékét. A Markot Ferenc Kórház egykori gyermekkardiológusa, nefrológusa 1992-ben hunyt el. Családja alapítványt hozott létre, és immár 27. alkalommal írta ki pályázatot tudományos tevékenységet végző, gyermekekkel foglalkozó orvosok számára. Ennek díjkiosztóját tartották meg csütörtökön a kórházi emlékülésen, amelyen fölidézték dr. Frank Mária úszó olimpikon és csecsemő gyermekszakorvos sport és szakmai pályafutását. Ezt követően dr. Hosszú Ádám tartott előadást, aki a bíráló bizottság döntése szerint idén a legjobb pályázó volt a díjra. A döntésben nem játszott szerepet, de örültek neki, hogy nefrológiai kutatás kapta az elismerést. Tudományos kutatás volt, nagyon közérthető, és nagyon nagy jelentőségű. Tehát ez hogy a korai hipoxiás időszak nem csak rövid távon károsíthatja a szerveket, hanem hosszú távon is oda kell figyelni, ez nagyon fontos. Dr. Hosszú Ádám és a Lendület Diabetes kutatócsoport az oxigénhiányos állapotban világra jött újszülöttek vese problémáival foglalkozott. Rákcsálókon végzett kísérleteik során kiderült, hogy a károsodott, majd gyógyult vesék később is fogékonyabbak lesznek a betegségekre. Leírtuk a születéskori oxigénhiányos károsodás által kiváltott vesekárosodás legfontosabb molekuláris útvonalait, ami azért fontos, mert így a jövőben ezek terápiás célpontokként szolgálhatnak, tehát akár gyógyszeres, akár másmilyen terápiákat lehet majd fejleszteni annak érdekében, hogy ezt minimalizáljuk vagy csökkenjük ezt a vesekárosodást. Az 5 éven keresztül folyó kutatás másik eredménye az volt, hogy a gépi tanulás segítségével meghatározták azokat a markereket is, amelyeket vizsgálva korán diagnosztizálható a probléma. Tervezik a folytatást, az eredmények publikálását követően akár a terápián is dolgoznának. De foglalkoznak a szöveti hegesedés terápiájával, gyógyszereket készítenek, illetve vese transplantációhoz olyan prezervációs oldaton dolgoznak, ami mérsékli a szervetét károsodást. Nagyon színvonalas előadás volt. Azt lehet mondani, hogy még én is értettem belőle dolgokat, bár nem vagyok orvos, és én úgy gondolom, hogy anyukám is büszke lenne erre az előadásra, mert tényleg ez egy nagyon komoly kutató munka előzte meg gyakorlatilag ennek az eredményét, amit itt hallottunk. Rend Gábor reméli, hogy minél tovább tudják vinni az alapítvány történetét, továbbá azon is gondolkodnak, hogyan tudnák egy másik profillal is bővíteni annak működését.